Tatai sikerektől volt hangos Miskolc, ahol a napokban rendezték meg az országos diákolimpiát. A Vasszari és a Kőkuti iskola tanulói is szép sikereket értek el a megmérettetésen. A kőkutis úszók több kiváló eredménnyel büszkélkedhetnek. Három érem sikerült a tegnapi versenyen. Egy negyedik hely, két hatodik, egy nyolcadik és egy tizenötödik hely. Az érmek színe pedig két ezüst és egy bronz. Itt ugye azok a gyerekek mérték össze a tudásukat az országos döntőbe, akiknek nincs igazolásuk, nem igazoltak, amatőr úszók. Mi is ilyenek vagyunk, ebbe a kategóriába tartozunk. Hát a mezőny eleje az nagyon komoly teljesítményt nyújtott. Valószínűleg olyan úszómúlttal rendelkező gyerekek voltak azokba a csapatokba vagy egyéni számokba, akik valamikor nagyon komolyan úsztak, még kisiskolás korukban mondjuk alsó tagozatba, vagy az elmúlt években, és úgy kerültek ide. Egy-egy ilyen versenyen szoros eredménnyel nem lehet tudni, hogy az érem vagy ötödik vagy hatodik hely. Tehát itt olyan apróságokon múlik, és múlt ezen a hétvégén is a versenyzőknek a beérkezése, hogy ez gyerekmezőnybe szinte megjósolhatatlan. Minden esetre a tanítványaink mindegyike javított az eredményen. Nem csupán a kőkuti úszói brillíroztak az elmúlt időszakban, hiszen az iskola sakk csapata is kiválóan szerepelt a nemrégiben megrendezett megyei diákolimpián. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az említett technikai sportra, a gyerekekkel szakkör keretében foglalkoznak. Ezt az eredményt egész éves felkészülés alapján érjük el, de tulajdonképpen nekünk ez már a tanév kezdetén elindul, az utolsó augusztus utolsó hetében egy hetes felkészítő tábort szervezünk, és az évet is egy saktáborral zárjuk, és természetesen évközben a rendszeres foglalkozások, amelyek hozzásegítik ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak a megyei versenyek legmagasabb fokára, illetve az országos versenyekre. A sakk szeretete már óvodás korban kialakulhat, hogyha ezzel megkínáljuk, de szerencsés helyzetben vagyunk, mert az általán óvodákból, a környező óvodákból, településekről jönnek gyerekek, és ez folytatódik, és nagyon nagy szeretettel folytatják iskolás korban, annak ellenére, hogy ha ide jönnek iskolába, vagy más iskolát választanak. Mindenképpen kell hozzá egy szülői háttér, akik erre inspirálják, és egy olyan játékos foglalkozás, ami által a gyerekek megszeretik a sakkot.